legjobban működő társadalommal rendelkeznek. Jelenlétük számunkra is életszükséglet. Óvjuk a természetet, óvjuk a mélyeket. A méz a méhek ajándéka, fogyasszunk belőle minél többet, hiszen ez az egyetlen természetes édesítőszer, ami tartósan fogyasztva jótékony hatást gyakorol a szervezetünkre, korlátlan mennyiségben fogyasztható, és nem tartalmaz semmilyen káros anyagot. A mézben lévő szőlőcukor kétszerűen édes, mint a háztartásokban használt nád és répacukor. Méz az élet számára szükséges nyomelemeket tartalmaz. Gyógyítja a köhögést, erősíti az immunrendszerünket, és gyorsan energiához juttatja a szervezetünket. A méz olyan tápanyag, amely tartósan fogyasztva jótékony hatást gyakorol a szervezetünkre. Ki tudja megmondani nekem, hogy mi van az üvegben? Méz! Fogyasszunk kristályosodó mézet is. A mézbek kristályosodása egy természetes folyamat, amelyet a szőlőcukor és a gyümölcscukor aránya határozza meg. Amelyik mézben a gyümölcscukorban nagyobb mennyiségben, az kevésbé kristályosodó méz, amelyikben pedig a szőlőcukorban nagyobb mennyiségben, az pedig hamar kristályosodó méznek számít. Minden nap egy kanál méz az egészséges életért. Gondolj a sok születésnapi mulatságra, meg a rengeteg születésnapi ajándékra, a sok mézre, a mézre, meg a sok mézre. Én mindig mézet kívánok, és mindig kapok. Igazán? Na ne mondd! Egy csupor méz! Pont erre vágytam, malacka. Hogy találtad ki? Tessék, Mici Mackó! Köszönöm, Tigris! Köszönöm, Füles! Édes, ragadós és aranyszínű.